Sziasztok, Ádám vagyok, a Mobilix TV-t nézitek. Bal oldalt egy Apple iPad 2-t láthatok, még a jobb oldalt az új Google Nexus 7 van. Ennek a kettőnek a kijelzőjét fogjuk most egy kicsit összevetni, ami mind a kettő ugye IPS panel, bal oldalon az iPad 2-nél mondjuk csak 1024x768-as felbontásról beszélhetünk jelenleg még, viszont Nexus 7 az kisebb kijelzővel rendelkezik, ugye nem 9,7, hanem csak 7-szoros, felbontása viszont nagyobb, az ott már 1280x800-as. Jelenleg mind a két kijelző teljes fényerőn üzemel, így első körben élő szemmel az iPad-en egy kicsit talán fehérebbnek tűnnek a fehér részek. Hogy nézhetjük úgy is, hogy inkább a Nexus 7-en egy picit szürkébb. Hogyha a képminőséget is nézzük, így első ránézésre nagy különbséget nem látunk a kettő között. Persze azért némileg van minőségi különbség, hiszen nagyobb a pixel száma a Nexus 7-nek. Igazából oldalról, alulról, felülről nézve minden szempontból jó a betekintési szög. A Nexus 7 talán egy picit ezen a téren jelen pillanatban, mint a hátrányosabb volna. Itt, ahogy láthatjátok, itt egy picit jobban elszürkült, mint a iPad ellenben, erről az oldalról is szintén világosabb az iPad. És azért talán az iPad kijelző némilegesen erősebb még mindig. Minőségibb, de ennek ellenére is igen csak szép a képe a Nexus 7-nek. Csinálunk egy olyat, hogy levesszük minimum fényerőre mind a két kijelzőt. Itt látható az, hogy minimum fényerőn. Tehát itt látható minimum fényerőn, hogy néz ki a két kijelző. Igazából itt még az iPad sötétebb, tehát itt nagyobb szabadság van a fényerő állításban. Sokkal világosabbnak tűnik némileg a Nexus 7, mint az iPad. De betekintést nézve ugyanúgy maradtak azok a különbségek, ugye jelen pillanatban nagyobb a fényereje még így is a Nexus 7-nek, tehát oldalról is fényesebb, de ennek ellenére továbbra is jól olvasható, hogyha mondjuk valamire megpróbálunk ránagyítani, körülbelül ugyanakkor a méretre. A Nexus 7-en a Chrome egy kicsit nehézkesen kezeli le itt az oldalt, ahogy látom. Itt a Chrome böngésző a hátteret elég rosszul kezeli le. Tulajdonképpen ennyi a nagyítás, amit meg tudunk nézni, de ezen még forma-forma a kijelző. Igazából, aki a 7-szoros tabletre vágyik, annak gyönyörű szép lesz az L280x800-as kijelző, tehát megéri azt választani. Aki pedig nagyobb tabletet szeretne, az úgysem a Nexus 7-et fogja választani. Ádám voltam, a Mobilix TV-t néztétek, sziasztok!